Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Nézzük az április 25-i Epic ingyenes játékokból a másodikat, a Liza, The Definitive Edition-t. Ez két játékot tartalmaz, az alap Liza The Painful-t, illetve a Liza The Joyful-t. A Painful-al érdemes kezdeni. Ez egy ilyen sötét, humort tartalmazó, bőven tartalmazó, hát ilyen Pokémonos harcokat idéző játék. Kíváncsi leszek majd rá amúgy, hogy milyen. Hamarosan kipróbáljuk. Ez egy ilyen posztapokaliptikus időbe játszódó érdekesség, hogy úgy mondjam. A másik játék, az Industria, az egy ilyen, hát ilyen Half-Life-szerű játék, egy ilyen indie lövöldözős játék, bár inkább egy ilyen narratív kalandjáték, mondhatni sétáló szimulátor. Éppen lebomlik a berlini fal, és közben egy laboratóriumba elszabadul egy AI, és a főhősünk partnere átmegy egy párhuzamos világba, mi meg utána eredünk, hogy megmentsük. És ilyen, hát ilyen robotok ellen kell küzdeni. Mondjuk én ilyen robotok ellen még nem küzdöttem, meg nem volt ilyen menő fegyverem, de ilyen logikai feladatokat kell megoldani, amikor éppen nem lövöldözünk, de amúgy egy elég cső játék. Nekem annyira nem jött be, de ettől függetlenül ez nem tűnik egy rossz játéknak, ahhoz képest, hogy indie. Amit jövő héten adni fognak, az az Orcs Must Die 3, ez egy nagyon zsír Tower Defense játék. Én a kettővel, meg az egyel nagyon sokat játszottam. A hárommal már annyira nem, de legutóbb egy pár éve még Aviddal nyomtuk így közösen, azt amúgy élveztem. Itt lehet kaszabolni a kis koboldokat, az ogrékat, csapdákat lerakni, karaktert választani, a karaktereknek azt hiszem különböző képességei vagy fegyverei vannak, és akkor védened kell, hogy A-ból B-be ne jussanak be. Ott például, mondjuk nem tudom kinagyítani, de ott van három felkiáltó jel, három lénről jönnek az ellenségek, és nem szabad, hogy oda bejussanak a kék kis pötyhöz. Látod, itt is egy csomó jön, három vév van, pontod lesz, kristályokat gyűjtesz. Ez egy nagyon jó játék szerintem, úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes lesz majd behúznotok jövő héten, május 2-ától, egészen egy héten keresztül. Ahogy ezeket is. Na nézzük a gémet. Mutatom a beállításokat. Angolul nyomjuk. És ez itt a beállítás. Ez mind. Te kis tolvaj! Valakit nagyon csapkodnak. Lehet, hogy mi voltunk azok. Elloptuk a labdájukat. Szétverték Ricket, de közben nem ő lopta el a labdát. A másikat is szétverik. A menő arcok szétverték a lúzereket gyakorlatilag. Csak a szokásos.
Átvonulok szerintem a másik sarokba, hogy jobban lássátok, Mizus. Ez is ilyen 4-3-as képarány, pont olyan, mint amivel nemrég játszottunk az Armies of Exigon, csak itt kerítés van a képernyő szélén. Hát egyelőre sétáló, nagyon sétáló, nem nagyon látom, hogy mást lehetne csinálni. Ali. De tényleg nem lehet semmit se csinálni. Mondom, talált egy tökéletes virágot. Na, hát most így nem tudom. Kéne nekünk egy fűnyíró, amivel levágjuk a csávónak a izéjét, hogy ne örüljön annyira, hogy perfekt a virág, amit talált. Ha van ötletetek, nyugodtan megkíméljetek. Értem. Legalább meg tudtuk, hogy lehet próbálkozni az ajtónyitással. Nem nyílik semmi. Oké. Okay. Ezzel a kocsival se tudunk semmit csinálni. Azzal az ajtóval sem. Nem kellett volna fedeznie. Igen. Jó van. Hát ez eddig oké. Csávóval ott nem tudunk domálni. Képek alapján mókásnak tűnik? Hát csak így... Hogy kell elkezdeni játszani a játékkal, ugye? Ugyanazt mondják. Gondolkodtam azon, hogy ugrasz esetleg egy kopott ajtóra, nyúlsz rá. Köszi. Az előbb szerintem nem volt még kopott ajtó. Amikor visszafele jöttem. Szóval ez most itt új. De azt nem is tudtam, hogy lehetne ugrani. Háromszor elmentem mellettem? Na tessék. Hát ő a fater. Hozzánk is vágta az üveget. Na hát, micsoda minta, apuka.
Egy kis élvezetet bekapott. Lejtett. Elkezdte dobálni, hát ha megnyugszik a gyerek, lejtette. Semmi baj, semmi baj. Jó baba. Na, úgy néz ki, hogy elkezdődött. Amúgy így mondtad, hogy lehet ugrani, de nézzük. Melyik gomb mit csinál? Hát... Egyelőre nem találok ugrást. Nincs ugrás. Biztos egérrel kell. Nem, nincs ugrás. Ez a karakterünk egyébként. A karakterünk, aki sírt az ágy mellett. Honnan szerezted? Na, mit jelent ez? Ez azt jelenti, ha baba van, akkor ez azt jelenti, hogy csaj is van. Tehát az azt jelenti, hogy van reménység, remény az emberiség, emberiségnek. Biztos, hogy nagyon dögös. Fiú vagy lány, most ki kell deríteni. Még nem csekkolta. Lány, ugye megállapította a pelenkán keresztül. Senki nem tudhatja meg, hogy van babája. Tehát ő most még baba, de bármikor nő lehet belőle. Megtartja magának a lányt. Nem érdekli, hogy segítenek a többiek. Ez a második esélye. De karakterünk nem hagyja, hogy bárki is bajt okozzon a kis babának. Ajaj, ajaj. Egy újabb pirulát akar bemenni. A jobb oldali csávó az, aki ilyen Jabba pózban van, az amúgy nagyon tetszik. Tetszik ez a hamburger lakás. Most nem nyomok semmit. Ó, itt a fater.
Inkább a pirulára gondol, ha itt a fater. Nincs fater, nincs baba. Sok, sok bogyó, és lány lett a babából. Na, ez már akkor, ezek már akkor mi vagyunk. Sír a baba, aki már ugye lány. És közben karakterünk nagyon sok bogyón, aha, ki eldobta a bogyókat. Most már akkor biztos boldog lesz a lány, hogy eldobta a fater a bogyeszokat. Szia Liza, nincs már bogyó. Helyette van koponya, nézd. Nem koponya, ez maszk. Maszk, és akkor így nem látják, hogy ő amúgy lány, tehát kivett a világra. Na, most, hogy szerzett virágot, már rajzolt egy szívecskét a fejünkre. Közben itt már mindenki öreg, mert már őszülnek. Fiás üvegek. Megint itt van valahogy a fater. Meg itt van a baba is. Meg most már baba van a faternál. Na, itt most meg elkezd platformerezni a karakterünk. Aha, azért platformerezett, hogy felszedje a bogyókat, amit korábban elszórt. Fia, virág és bogyók. Kirúzsozott szája. Itt van Frédi is. Na, mi ez? Na most megint nyomkodnom kell a szó közt. Nem hagyja a békén a kiskutya. Érted? Egy vad besti, azt mondja. Levágná. Levágná a kiskutyát. Frédi egy kicsit felszúrta. Tehát ez most elkezdődött egy harc. Na. Armstrong style, benyomjuk. Ezt most, nem értem most nagyon. V-A-S-D. Aha. Jó, mehet még egy ilyen. Ránk harapott egy kicsit. Jó, agyon rógtuk a kutyát. Na hát, így kezdődik, srácok. Uh-huh. Lett egy új skillünk, a Buster Punches. Ez ilyen neked való game amúgy, Sticky, te szereted az ilyen nagyon elborult dolgokat. Azt mondja, nagyon kemény vagyok. Ahhoz képest, hogy ilyen midlife krízist átélő kopasz ember vagyunk. Jaj. Így van. Tudjuk kezelni a sok fájdalmat. Pain mode? Nem, szerintem tévedsz. Vagy mondj csak még. Hardcore izét akarok, akkor mehet a yes.
Limitált safe file. Persze. Aha, azt mondja, a pain mode az olyan nekem való. Biztos, hogy nem. Ő itt Terry Hintz, tehát akkor biztos, hogy fog segíteni nekünk. Az emberek csak úgy hívnak a tutoriál ura. Jaj. Rengeteg ventilátor az van, azt mondjam. Nagyon magányosnak tűnök. Úgyhogy ő lesz a társaságom. Ha ez a Luffy nem lenne itt, akkor csak lesétálhatnál a szikráról és meghalnál. Szóval, ez a Luffy most megmentette az életedet. Elraktuk az üvegeket. El lehet őket adni, meg lehet őket tölteni, és lehet belőlük ugye tűzbombát csinálni. De akár hozzá is lehet vágni valakihez. A madára mentés. Jó. Na ott van. Na, most már lehet ugrani. Most már lehet ugrani. Na mit írnak itt? A Ken fejénél le lehet ülni pihenni. Jó. Sérülékenyek vagyunk, amikor alszunk. Bármi megtartját. Nem resztelünk. Vagy reszteljünk, tessék. Itt egy kicsit véres. Azt hiszem... Szerintem elrabolták Lizát. Nem mondjuk el a tutoriál csávónak, hogy mi van. Valaki, aki közel áll hozzám, eltűnt, úgyhogy meg kell keressem, ez egy ember. Hát ez nagyon szomorú, haver, azt mondja a tutoriál csávó. Egy nagyon erős harcos. Terry Hintz csatlakozott ismét. Meghalt. Ő is. De találtunk egy kést. Egy kép a boldog családról. És a nagybácsikról. Baj. Nos, ez baj. Azt elmondhatom.
Most nem volt Luffy. És úgy vettem, hogy á, minek mentsek? Minek mentsek? Hát nem volt eddig semmiféle probléma. De most van. Nem lehet skippelni. Na de most majd mentünk. Aha. Szóval azt akartam mondani, hogy ott egy zsák. Mystery Jerky. Hoho. Vannak kombók, igen. VVS, az a Buster Punch. Jó, megnézzük. Rajta ki lehet próbálni? A mehet. Fight. Igen, Voltert támadjuk meg. Atak. Terry is támad, ő atakolni fog. Ez nagyon szép támadás volt. A karakterünk elkezdett sírni. Az komoly. Tehát mivel sírunk, ezért a pontosság csökken. Terry nem csinál semmit, azt mondta, hogy egy hatalmas harcos. Ott van valami skill. És ezt akkor ugye el fogja nyomni? Igen. Aha. Hát ez az Armstrong style. Viszont Terryvel nyomunk egy kis gárdolást. Na, hát elkezdett vérezni. Meg már ő is sír. Meg Missel is. Aha. Hát akartam egy VVS nyomni. Ötször tudunk akkor ütni. Nézzük csak. Nulla. Jó, szerintem amúgy tutoriál uraság átvert minket. Aha, tehát itt a kombó az úgy működik, hogy csak azt írhatom be, más nem. Terry szintet lépett. Kettes helyett hatos lett az atakja. Lehető most már csak keményebb lesz. Számtalan csapda, szörny. Jó van. És valamikor még a legjobb barátod is meghalad. Így hát ad nekünk egy Terry's Heroid. Tehát Terrynek a szteroidját.
Terrynek ez nem kell, mert hogy ő az eszét használja majd, ő nem izmozni akar. Ó! Tehát ezzel a szteroiddal a painless módot lehet aktiválni. Ez egy könnyebb fokozat. Egyetlen hátránya van, a painless módot nem lehet visszaállítani, mert ez permanens. Azt hittem, ezt végig kell majd még egyszer hallgatni. Azt mondta, hogy micsoda csúnya lány, de közben meg azt mondta, hogy ő az, aki meghalt. Mint csávó. Nem mindig akar felugrani. Még nem vagyunk halottak. Na gyere! Beleestünk a csapdájába. Matt. Na Terry most már remélem csinál valamit. Nincsen semmit. Hát őt konkrétan inasba raktuk, srácok. Verbal skillt kapott Terry. Az attakja fölment 13-ra. Nem túl biztató ez a hely amúgy. Kaka, koponya, szívecske. Kéz. Sugar Boy Drifter, úgy hívják őket. Na, hát a háborúzás. Hova tűnt? Ott van, ott van. Ez valami vicc, kopasz ember. Persze, hogy el tudunk veled bánni. Na, fel lehet bosszantani, ahogy látom, és ezzel vagy sír, vagy hát így dühös lesz. Az eldugott cuccokat direkt szipeltet, hogyha haladjon a mainstream? Igen. Láttam, hogy ott még lent is lehetett volna még csinálni a híd előtt valamit. Aha. Sír. Sírást kapott. Na, hát Bredet nem találta el, misszelt. Terryt viszont rácsapott egy 128-at. Igen, végre volt haszna Terrynek. Na.
Na, itt van Joy, drog. A drog semmit nem csinál. Megdobjuk, mit szóltok? Na, hát ez tényleg csinált valamit végre. Na nézzük, Terry meg tudja-e ütni? Azt rohan! Az komoly! Hát amúgy hozzávágom még egy... Jaj, nem azt akartam. Azt mondja, reméljük, hogy a csaj már meghalt, mert akkor legalább a pokolba találkozni fog vele. Hopp, dobott parfümöt. Megtöltént, és amúgy ezt jól értettem. Nem, nem, csak a VVS-re csinál kombót, mert ugye az van megtanulva, és csak itt van a Blaster Punch, ott írja, hogy VVS, ez egy Armstrong Classic. Ja, csak egy fegyverünk van, ahogy látom. Viszont az ő karja sokkal jobb. Mentünk egyet. Na! Hát ez akkor micsoda? Mi az, amit találtunk? Armor. A Rusty Knife-ot se tudjuk használni. Azt hittem, hogy neki tudjuk adni, de akkor ez valami más lesz. Ez ilyen józolós dolog. Nekünk jöttek az arcok. Az idő jó tanár. Lehet egy sebb helyünk. Mi ez az őzikén? Mi ez a Rudolfon lovaglás? Ők azok, akik elvertek minket. Ad nekünk egy kis esélyt. Ő éppen őzegel. Nem a Terry életét adtuk neki oda.
Na de miért nem verjük szét? Mert csak nekem jöttek? Azért. Ha mindenünket elvették. De a jó hír, hogy Terry itt van. Megmentettük Terryt. Most mondjátok, hogy nem döntöttünk jól. Szeret velünk lógni, Terry. Már megint csatlakozott, Terry. Ezt nem kommentálom. Tehát itt elsétálok, felrobban a hasa, és mínusz 100 HP. Oké. Van full damage. Lepienünk. Random arc, random dude sátrába. Mi baj lehet? De amúgy nincs... Nincs semmi, tehát, hogy... Achievement? Bobby Diddle. Szerintem megéri a sztorián maga. Így ez alapján, amit így most láttam. Amúgy Terry-te nyomja inkább egy kis... Egy ilyet. Mit csinál? Felvidított minket, tehát tud hílálni. Szóval ez ezt jelenti, ő egy support karakter, akkor ő nem is egy harcos. Azt mondta neki, hogy bú, és most felhúztam. Ugye most ez azt jelentett, hogy felhúztanám. Na, még egy kis HP, SP, hát gyakorlatilag minden. Terry most kapja az atakot nagyon durván. Már kapott egy új skillt is. És kaptunk diétás kólát. Infarktus kapott az enemy? Várjál, mit ír erre. Tele van lyukakkal. Csirek. A csirkés ember. És mi lenne, hogyha elvinnem a csirkéjeidet? Arra nem megyek, mert az nagyon fog fájni. Ja, hát. Okay. Let's find her. Az a gond, hogy most ide jöttünk, ez így mindenhogy fájni fog. Nem tudja a karakterünk, hogy olyan csinálna a firebombot. Árnyékos figura, megtámadjuk. Csak te hí...
favorite combat tippet ad. Weird. Szétütöttük, srácok, az árnyékos valakit. I am the Lord of the Hints, mondja Terry. Vidd el Randónak, és ő neked fogja adni a világot. A csajt. Hova mész? Gyere ide! Na, mit akarsz? Keresek valakit. Nem mondod. Mindenki keres valakit. Azt kérdezi, hogy miért vagyunk itt. Nem akarunk bajt. Még egyszer hozzájuk szóltam rögtön. Csatározások. Na, mehet. Én azt mondom, hogy Mystic Pete-et csapkodjuk meg először. Terry. Lehet, hogy Terry kapja. Semmi gond, semmi gond. Meg lesz ez. Diétás kóla. Jó, ez kell nekünk. Nem tudta elnyomni az itemet. Hát akkor ez halál. Aha. Nem tud elszökni se. Ha. És meg kell ölni majd a barlangba a szörnyet, aztán azt kell mondani nekik, hogy nem akarunk harcot, jó. Jó van. Amúgy. Amúgy jó. Na, hát srácok. Mit szóltak? Mit szóltak ehhez a Liza nevezetű játszáshoz? Liza the Painful? Érdekes, mi? Ezért mondtam azt, amit mondtam nektek a... amikor az Industriával játszottunk, hogy ezt a gémet valószínűleg az fogja szeretni, aki így ért angolul. Mert vicces. Mókás. Kretén. És amúgy, amit így látunk belőle a videó alapján, mármint így a képek alapján, az alapján nekem így szimpatikusnak tűnt ez a game. És így, hogy játszottunk vele, amúgy tényleg az is. Egyszerű, mondhatni egyszerű amúgy a játék, a narratíva az, ami így jobban ki van dolgozva. Lezsibbadva, jó móka lehet? Ja, hát itt most figyelni kell nyilván arra, hogy mikor ment ez, de értem amúgy, hogy ez miért ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy közületek hányan fognak majd ezzel a játékkal játszani, vagy ki az, aki begyűjti. De én úgy gondolom, hogy a részem megtettem, megmutattam nektek. Remélem, hogy tetszett. Köszi a figyelmet!